Kedves atyánk, ha mindent elsorolnánk, ami elsorolható volna, vagy szeretnénk elpanaszolni neked, vagy elujongani, akkor elérkeznénk éjfélig is talán. De te úgy is tudod, hogy mivel van tele a szívünk, hogy miért szeretnénk hálát adni, miért szeretnénk kérdést feltenni neked, miért szeretnénk áldani, és mit panaszolni. Légy áldott mindazért, amit adtál, azért is, amit elvettél, és amit meghagytál. De legfőképpen köszönjük, hogy még köszönhetünk neked és egymásnak, hogy még itt vagyunk, és te vagy a vagyok, és mi veled lehetünk. Ha megfáradva is, ha egy évvel öregebben is, ha sokféle teherrel is, ha közel 300-400 testvérrel kevesebben is, hiszen sokszor jártuk a temetőt. Akkor is áldunk, magasztalunk, hogy még a te nyájad egy része együtt van a te néped, és várja ez év utolsó üzenetét tőled. Uram, te tudod, hogy mennyire én is várom, hogy mondjam, amit mondanom kell, amit mondtál, hogy azt el is tudjam valahogy mondani testvéreimnek, vagy abból valamit. Légy segítségemre, hogy segítségül lehessek azoknak, akik nem engem jöttek hallgatni, hanem a te asztalod és igéd köré. De mégis, ha nekem kell mondani, akkor hadd mondhassam azt, amit tőled kaptam. Ámen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt leveléből olvasom, a 4. rész 10. versétől. Mielőtt elolvasnám, annyit fűzök hozzá, hogy értsük, miről van szó, hogy ez fogsági levél, egyike Pál apostol utolsó leveleinek, körülbelül 60-ban írta Krisztus után, tehát Jézus halála után van jó 25 évvel. Már börtönben van, onnan nem is fog szabadulni. Egy különös levél ez, tulajdonképpen a világtörténelem legszebb nyugtája, mert a filippi gyülekezet nagyon szerette Pál apostolt, és egy Epafroditus nevű embernek a nyakába egy bőrzacskót akasztottak, és benne adományt, és azt elküldték Rómába, hogy ezzel könnyítsék Pál apostol eltartását, életét, és a foglároknak is jusson. És ez az Epafroditus, amikor átadja ezt a gyülekezeti segélyt Pál apostolnak a börtönbe, ez viszi ugyanebben a bőrzacskóba a Filippi levelet, ezt a tündöklően szép levelet, amit bilincsekből halála előtt börtönben ír, és ami a gyöngyszeme az ő leveleinek, hiszen 16-szor halljuk benne, hogy örüljetek, örüljetek, örüljetek. És itt a végén köszöni meg az adományt, és ebből olvasok, így talán jobban értjük, hogy miről van szó, azt a pár sort, amit alapigének kaptam. Ez a levél legvége már. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre már elég erősek vagytok arra, hogy gondoskodjatok rólam. Akartatok is gondoskodni, de nem volt rá alkalmatok. Nem mintha nélkülözés miatt beszélnék, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szerényen is élni, tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe,
a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Szeretett testvéreim, amikor a gyülekezet lelki pásztora arra kér, hogy végezzem el ezt a szolgálatot, az év utolsó szolgálatát, a szilveszteri igehirdetést, mint annyi éven, sőt évtizeden át, akkor nagy lelkesen mondtam, hogy természetesen örömmel, hiszen talán hiányozna is, hogy ha nem végezhetném. Csak otthon döbbentem rá, hogy mit is vállaltam. Hogy talán ilyen nehéz szilveszterre még régen volt gyülekezetünknek és népünknek, amikor egy olyan évbe kell átlépni, amiről még nem tudunk semmit. Nem tudjuk, hogy mit hoz, nem tudjuk, mit viszel, nem tudjuk, mi marad meg belőle, mit hagy meg nekünk abból, ami ma még van. Ha a telefon lelki gondozó nyelvén szólnék, akkor azt mondanám, hogy régen volt ilyen krízis szituáció, amiben ma élünk, vagyunk, és élnünk kell, és lennünk kell. És így lépünk át valamiből valamibe, ami még nálunk sokkal okosabb emberek számára is rejtély, titok és egy nagy kérdője. Úgy megriadtam, hogy hát éppen ezen a napon kell nekem egy ilyen lépés előtt igét hirdetnem, hogy kiszakadt belőlem, hogy ja Istenem, és milyen kegyelmes az Úr, hogyha még az ő megriadt öreg bojtárja elkezd zajongani és istenemezni, ő válaszol ám, mert válaszol, még az ilyen ja Istenemre is. És eszembe jutotta ezt a Filippi levelet, számomra Pál apostol legkedvesebb levelét. Egyszer 3 hónapon keresztül, vasárnapról vasárnapra, emlékezetem szerint 14 vasárnapon csak a Filippi levéről hirdettem az igét, és akkor ennek a igehirdetés sorozatnak ezt a címet adtam, hogy a mégis öröm. Mert elejétől végig nem értettem, és itt próbáltuk együtt 3 hónapon keresztül értegetni, hogy hát minek körül ez az öreg Pál, aki többé-kevésbé okos ember lévén tudnia kell, hogy hát ebből a börtönből, ha ki is kerül élve, nem fog már sehova se elutazni tudni, nem is utazott el. Még kijöhetett, de lecsapták a prétoriánus katonák, az akkori titkos rendőrség megbízottjai a fejét, mikor utolérték, és most egy nagyon szép kutat építettek, ahol valószínű lefejezték Pál apostolt. Nos, ő ezt tudta, és mégis vibrál a levele, ahogy mondtam volt, hogy örüljetek, örüljetek, örüljetek. A Filippi 4:4 egyik kedves igém, ahol azt mondja, ismét mondom, örüljetek, örüljetek, ismét mondom, örüljetek. És törtem a fejem már akkor, mikor ezt a sorozatot tartottam, hogy hát Uram is, hát ez érthetetlen, hát mit tud, hadd merjem ezt a megint szakkifejezést használni, ilyen végső krízis szituációban, minek tud ez az ember, ez az apostol örülni, és akkor úgy, valahogy úgy rádöbbentem úgy az igehirdetés sorozat végén, hogy nem az a lényeg, így ezt értettem meg, és ma se tudok többet mondani, hogy minek körül, hanem az, hogy miben örül. Hogy ő nem csak börtönben van, és nem csak bilincsekben van, hanem egy sajátos dimenzióban van, él Pál apostol, a damaszkoszi úttól kezdve. Ő 2-szer született ember, egyszer Tarzusban született meg, édesanyja hozta a világra Pál apostolt, akkor még Sault, és egyszer Burokban született, szokták így szép magyar nyelven mondani, ezt a ritka szülési fajtát, hogy
a burok is világra jön vele, és szerencsés embernek tartották az ilyen burokba született ember. Ő a Szentlélek burkába született meg, ott a damaszkuszi úton lett Saulból Paulus, és ez a burok mindvégig még a fejét le nem csapják, még azon túl is rajta marad a Szentlélek burka. Isten szent lelke veszi körül, ő mindig így mondja ezt a maga egyszerű nyelvén, hogy az Úrban, a Jézus Krisztusban, ó, sokszor szóltam én már erről, ezt nevezem én a negyedik dimenziónak. A Homo sapiens az háromdimenziós ember, a Homo Christianus, aki igazán tanítvány is legalább próbálgatja, az négydimenziós ember, kétszer született ember, a Szentlélektől körülvett ember, az a Szentlélek burkában élő szolgáló ember, ez veszi őt körül, ebbe van, ezért tud ő annak ellenére örülni, hogy az a helyzete, amiben van, és ilyen csodálatos levelet írni, ebben így a halála előtt nem tudom még egyszer el nem olvasni. Én megtanultam a minden körülmények között, elégedett legyek, tudok szerényen is élni, tudok bővölködni is, a szép régi Károly így fordítja, én tudok szűkölködni és tudok bővölködni, egészen be vagyok avatva, beavatott. Mindenben, jó lakásban, éhezésben, bővölködésben, a nélkülözésben egyaránt, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hát ez csak ilyen Szentlélek burkába született, maradt és élő ember tud írni, ilyet leírni. És amikor úgy megriadva azt mondtam otthonomban, hogy ja Istenem, hát nekem éppen ezt az utolsó vasárnap, utolsó szolgálatot szabad végeznem, hát mi az üzenet, hát gazdám, mit mondjak én egy gyülekezetnek, akik velem együtt szorongva várják a 88 elsejét, és valóban nem tudjuk, hogy tényleg ránk meg mi vár, hát mi a te üzeneted, akkor ezt az igét kaptam, ebből a tündöklően szép gyöngyszem levélből, amit felolvastam, és csak három gondolatot emelek ki belőle lehetőleg, amennyire tőlem telik. Röviden három gondolatot, amit, jaj, csak azt nem mondjam, hogy meg kell tanulni, mert ezt nem lehet megtanulni. Mert úgy szeretném mondani, három dolgot kellene Pál apostol megtanulnunk, de ezt csak úgy nagyon el lehet kérni, itt ennél az asztalnál kérjük el ezt a három dolgot, és miután elkértük, vagy otthon a térdeinket, vagy a következő év nehéz pillanataiban, nagyon ja Istenem, följajgatva, akkor miután már elkértük, és aki kér, annak adatik, azt kap, akkor kezdje még tanulgatni is. Mert ezt se én nem tudom megtanulni, ezt nekem is meg kell tanulni. Naponként majd el kell kérni testvéreimmel együtt, de én most hadd mondjam ezt a hármat, amit kérni és tanulgatnunk kell, az első. Én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Itt van egy olyan görög szó, ami a szorúszóra fordított lett légyen, így fordítanám, hogy én független vagyok a körülményektől. Az autarkia szó van. Mindentől független, bármi legyen, én már a körülményektől szabad vagyok. Engem az már majdnem így mondom, hogy hidegen hagy. Mert tudja, kinek hit, ki a gazdája, talán sokan ismerik azt a kedves kis balatoni történetet, amikor irtózatosan hánykolódik a kis ánkelőhajó, valóban riasztó a helyzet, és már-már kitörik a pánik, és ott fönt a felső részen a kapitányi kabin, vagy a parancsnok így mögött egy kislány ártatlanul és boldogan játszik a babájával, egy hölgy megkérdezi, hogy hát te nem félsz? Azt mondja, én nem félek. Hát miért nem félsz?
mert apukám a kapitány. Most testvérek, Pál apostol egyik titka az, hogy ő tudja, hogy ugyanaz áll a kormány, a világ kormánya mögött ugyanaz van, aki volt, aki lesz, aki a vagyok. És ez a kis történet azért jusson eszünkbe, amikor nagyon hánykolódni fog, mert fog a hajónk, esetleg, nem tudom, nem vagyok proféta, de ha igen, akkor jusson eszünkbe, hogy ami mennyei atyánk, az van. Ugyanaz, aki volt 87-ben, meg 77-ben, meg nem tudom mikor, mindig és mindörökké, az lesz 88-ban is. Talán még vannak, akik emlékeznek sokan a télkarú Pap Józsi bácsira. Itt végén már egy külön kis széken ült, elbóbiskolt a drága, a nehéz, 50-es években egy mondvat csinált perel, becsukták a vízművek fő-fő vezetője volt, valamit ráfogtak, és ott kiderült, hogy ott is hirdette az igét, meg vigasztalta ott a politikai foglyokat, ezért külön zárkába csukták, büntetésül. Kedvesen kuncogva mondta egyszer Józsi bácsi nekem, áldja meg az Isten, sokat tanultott, amint tőle, hogy te tudnád, hogy ezek milyen jót tettek, meg akartak büntetni, egyes zárkába zártak, hát összezártak az Úristen. Hát én ott annyit tudtam imádkozni, csöndbe lenni, áhítattal lenni, még azokért is tudtam békésen imádkozni, akik oda becsuktak. Soha olyan jó csöndes időm, mint az egy hónap. Folyton néztek a kislukon, hogy mikor fogok megbolondulni. Már majdnem ők lettek a bolondok, hogy én miért vagyok egyre nyugodtabb. Mert független volt még ott is a körülményektől. Testvérek, van ám ilyen titok. Van ilyen titok. Bonhoeffer, akit a koncentrációs táborból való kiengedés előtti utolsó napon lőttek tarkon. Ez a mártír protestáns lelkész a legcsodálatosabb leveleit, prédikációit, igehirdetéseit a koncentrációs táborban írta. Érdemes, de kár, hogy magyarul még nincs lefordítva, de sok ilyen igehirdetése le van fordítva. Tündöklő levelek a halál előtt, ahogy elbúcsúzik gyülekezetétől, a családjától. Testvérek, mint hogyha ünnepelni menne. Úgy indul, tudja, mi vár rá. Mikor valaki egy koncentrációs táborba is független a körülményeitől. Itt járt a múlt évben Viktor Frankl, a világ egy, most a harmadik legnagyobb, a harmadik iskola, vagy negyedik iskola, lélektani iskola vezetője, még él 80 év fölötti. Itt a Budapesten tartott egy előadást is, ott lehettem is, meghallgattam is, elmondta, hogy ő Auschwitzban volt, és azt tartotta életbe, hogy gondolatban megírta a könyvét. Egész nap szépen igyekezte bevésni a gondolataiba, és megírta a könyvét, és most fog magyarul megjelenni ez az auschwitzi napló. Érdemes lesz, hogy őt ezt tartotta. Visszavonult önmagába, és ő istenhívő, mélyen istenhívő tudós, írt egy könyvet. Testvérek, mit jelent, amit Pál apostol átért? Nem mese ez, testvérek, hogy lehet függetleníteni magunkat a körülményektől. Hát ez az első, amit úgy el kellene tudni kérni, hogy Uram, legyen bármi, történjen velem bármi, hadd lehessek én, amely kívül bármi történik, és bármilyen cédulát akasztanak ki egy kirakatba, vagy a piaci gyümölcs kosár fölé, hadd lehessek független, benned a szent burokba belül, abba a dimenzióba, hadd lehessek benned. Ez az első, a második pedig, tudok szerényen is élni, tudok bővölködni, is egészben be vagyok avatva, minden jó lakásba, éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Egyszer elmondtam a gyülekezetnek, hogy nekem van egy szavam,
Én már abból élek, nekem már csak egy kérésem van Istenhez, hogy Uram, most már ad nekem az egy ügyű hitet, a libapásztoroknak, az öreg stareceknek a hitét, ami nagyon egyszerű, már minden dogmától, teológiai bölcsedek, de mindentől mentes, és az már egy szóban, én azt már elmondtam belefér, hogy mégis. Ebbe. Ez az én teológiám, pszichológiám, életformám alapja. Úgy szeretném átadni, aki még ezt nem tudja, lehet vele élni. Annak ellenére bármi történik, hogy én mégis szeretek, én mégis megbocsájtok, mégis újra kezdem a tanítványságom, mégis megyek, mégis teszem, mégis megpróbálom elfelejteni, mégis. Na most rájöttem, hogy ez az egy szó még ketté is vágható, hogy is. Hogy én tudok bővölködni is, tudok szűkölködni is, ismerős vagyok a jó lakással is, és a éhezéssel is. Testvérek, nekünk nagyon el kell kérni az is misztériumát, titkát, hogy mi most tudjunk egy új ist megtanulni, hogyha megtanultunk valamelyest megelégedettek is lenni, meg bővölködők is lenni, hát most jön egy másik is, lehet, hogy szűkölködők is, szerényebbek is, kevesebből megélők is. 1948-ban, amikor először mentünk ki, feleségemmel 42-ben indultunk Svájcból, 48-ban mehetünk először vissza, hát közben jött egyet és más egy világháború. És mikor visszamentünk, valaki megkérdezte tőlem, olyan drága svájci, aranyos naivsággal, hogy ugye kellemetlen volt az ostrom, ugye kellemetlen. És hogy tudtak meglenni teja és kávé? Jaj, nem tudom, testvérek, hogy akkor megvallom őszintén, hogy nagyon mérges voltam. De lenyeltem, és mondtam, hogy hát, ja, ez már címlik unangen, én meglehetős kellemetlen voltam. És hát nem volt teja, meg kávé, de látja, hát azért itt vagyunk, hát itt vagyunk. Nos, testvérek, remélhetőleg ez talán idáig nem, és biztos, hogy nem, de hogy hát valahogy így. Nagy misztérium ez, testvérek, ez az is misztérium. Egyszer meghívott, mikor a Zsindei Feri bácsi, a 11 évig igazságügyminiszter, Zsindei Nét Üdős Klára férje, a kis a balatoni lellei lakába meghívott bennünket, hogy a gyerekeknek legyen egy kis friss levegő, picik voltak a lányaink, és ő ott házmester volt, a miniszter úr akkor, és vigyázott egy házra Klára nénivel, és kimentem hozzá, kapálta a paradicsomait, és szedte le, már akkor szép pirosak voltak, és úgy meghatva megálltam mellette, ki hát olyan nagy úr volt, és egy neves miniszter volt, és épp egy piros paradicsomot tartott a markába, és úgy ránéztem, és úgy tréfással próbáltam kérdezni, hogy Feri bácsi, minden oké? Azt mondja, tudod fiam, volt, amikor annak körültem, hogy egy kapitális őszbakot lőttem, mint miniszter, amikor nagy vadászatokon voltam. Most meg ennek a paradicsomnak is tudok körülni. Nézd, milyen szép piros. És elkezdett a paradicsomról beszélni. Hogy milyen szép piros ez a paradicsom. És azt ő kapálta, azt ő szedte le. Olyan meghatva gondolom, még élek rá, meg a feleségére. Hogy tudtak valamikor bővölködni, aztán milyen csodálatosan tudtak szűkölni. Amikor apámat, anyámat kitelepítették, és látogattam egyszer őket, sikerült egy kis orosz teát szereznem, és vittem neki, odaadtam apámnak, hogy hoztam egy kis orosz teát, egy pici kis eldugott helyen,
Apám zsebre tette, azt mondja, tudod, ezt elteszem a vendégeknek, jó nekünk, fiam, a plánta teja is. Mi most azt iszunk, plánta teja. Testvérek, akkor addig nagyon szerettem apámat, de akkor nagyon mélyen tisztelt. Mert láttam, hogy tud valamit, amit talán ő nem mondott volna misztériumnak, de az, hogy tudod is. És itt is közöttünk valaki, egy régi nagy miniszternek az unokája, egy híres gróf miniszternek, ne haragudjon, hogy nevét most nem mondasz. De látom, hogy itt ül férjével együtt egy régi két magyar ősi családsarja, és mindig meghatva gondolok rá, hogy hogy viselték a sorsukat, micsoda méltósággal Szarkapusztán. Hogy próbálták őket megalázni? Egy olyan valakinek az unokáját, akinek a nagyapja még ennek az országnak a miniszterelnöke volt, és egyetemet neveztek el róla. Ismerek sokakat, itt ebbe a gyülekezetbe elég idős vagyok már hozzá, hogy akik tudják és ismerik az is. Én tudok bővölködni is, és tudok szűkölködni is. Testvérek, lehet, hogy most ezt tanulgatni kell, és talán most egy kis önváddal is mondom, hogy talán a nagy szűkölködésbe nem mertük, vagy elfelejtettük gyerekeinknek, unokáinknak megtanítani ezt, hanem elhalmoztuk őket mindennel talán feleslegesen is. Hát most lehet, hogy az új generációnak kell tanulgatni ezt az is-ist. Nekik nagyon szokatlan lesz, hogy talán majd plánta teja is teja, és a cikória kávé is kávé, és a nincs is esetleg van, és de kár, hogy nem tanítgattuk eléggé nekik, hát de akkor most legalább próbáljuk együtt tovább csinálni velük ezt a misztériumot. A harmadik, mert azt mondja Pál, de én be vagyok avatva. Testvérek, akkor a beavatás egy nagyon titokzatos dolog volt. Kérjük kerítenél a misztikus asztalnál ezt a beavatást, hogy legyünk beavatva az is misztériumába. Végül ez, hogy mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Szóról-szóra, ha fordítanám a görög szöveget, így hangoznék. Én mindenre képes vagyok. Arra, aki engem megerősít. Én azt hiszem, hogy nagyon sokszor fogjuk hallani ebben az évben, innen-onnan, hogy de hát ez képtelenség. Hát ennyi pénzből képtelenség megélni. Hát ez az ár, ami ki van téve abba a blokkba, hát ez képtelenség. Hát ezt én képtelen vagyok megvenni, és én ezt képtelen vagyok elfogadni, és én ezt Igen, ez lesz az egyik leggyakrabban mondott mondatunk, hogy ez képtelenség. És most kezdődik valami, és ez a harmadik, testvérek. Hogy mondja Pál, én mindenre képes vagyok abban, benne a burokban, aki engem megerősít. Testvérek, most nem elég a Homo Christianusnak, hogyha a dolgokhoz jó képet vágunk. Vagy valamiképpen, hát megpróbálunk valamit elhordozni, hanem valami olyan érzésem van, hogy mi most teszünk Jézus Krisztus ma még templomos népe, vagy hívő népe. Szabad így mondani, ugye szabad, hogy Jézus Krisztus ma élő tanítványai, akik próbálgatjuk a Krisztus követését, mi most képesítő vizsgát fogunk tenni. 1988-ban testvérek. Képesek vagyunk-e a helyzetektől egy kicsit függetlenül, mégis, amint vagyunk, csetlések, botlások között, de az Úrban, egy szent misztériumban, elhordozni azt, amit éppen el kell hordozni,
és nem mondjuk rá, de hogy hát ez képtelenség, mert testvérek, félek, nagyon tartok attól, hogy akarattal, akaratlanul sokan fognak most bennünket figyelni. Ma már sokan nem olvassák a Bibliát, de a képes Bibliára mindenki kíváncsi, és mi fogjuk az Istent, az élő Jézus Krisztust 1988-ban képviselni. Amikor ez lesz a jelszó, hogy de hiszen ez képtelenség, kinek a képét viseljük? Milyen képpel járunk mégis? Az Úrban. Hát ez kell itt. Jaj, de nagyon elkérni ezt a három dolgot, hadd summázzam, hogy élni függetlenül a körülményektől, elkérni ezt és tanulgatni másodszor, hogy tanuljuk az is-is titkát, és harmadszor, hogy képesek legyünk arra, amire csak az Úrban lehetünk képesek. Az Úrán kívül valóban képtelen esztendő előtt állhatunk esetleg, de az Úrban elképzelhető, hogy az Úr képét viselve azt mondják talán, hogy ez homo Christianus. Hát ez kereszt. Ez még erre is képes. Testvérek, Pál apostolnak ezzel a felajánlott, ezzel a bemutatott, ezzel a misztikus, ajándékos igéjével jöjjünk ide, kérjük el ezt a három ajándékot, azután kíséreljük meg megélni a következő esztendőbe. Bármit hoz, bármit visz el, bármit hagy el, mégis, is. Amen. Kedves atyánk, köszönjük Istenünk, hogy szóltál a te igédből, nem csak szóltál, hanem bemutattál valakit halála előtt, mártír halála előtt, a teljes örömben, fényben és ragyogásban, egy nagy misztérium kellős közepén, aki mindentől függetlenül benned örülni tudott, szolgálni tudott, szeretni tudott, az volt, aki halála pillanatáig, mindmáig 2000 év után is Pál a te apostolod. Köszönjük, hogy leülhettünk a lába elé, és tanulgathattunk tőle. Uram, de nem tudjuk ezt a leckét, és nem is fogjuk tudni megtanulni csak úgy. Ha te nem segíts szent lelkeddel, erőiddel, nem veszel körül naponként, és amikor nagyon elgyöngülünk, amikor azt mondjuk, hogy ez már képtelenség, Uram, juttasd eszünkbe, hogy benned mindenre képesek lehetünk, vagyunk, voltunk is már sokan. Hadd próbáljuk újra, Uram. Maradj velünk, Uram! Nagyon nagy szükségünk lesz rá. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.